Night Crossing a legjobb dal a lemezen. Szerintem is. Legslágeresebb. Igen, ebben együtt. Meg a Fracture. Fejembű, kimennyi, bazd meg! Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a Fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a Bleed From Within 5. nagylemezét, ami a Fracture címet viseli. És... nagyobb elvárásokkal futottam egyébként neki, mint ami lett a végeredményből, de még így is ott tartunk, hogy jobb, mint az előző volt. És akkor ezt így az elején szerettem volna elmondani, ugyanis én 2 évvel ezelőtt az Era című, ugye, Erával, vagy hogy hey, volt era, az? Era volt az előző rossz. Szóval, hogy én az Erával úgy voltam, hogy én nekifutottam egy 3-4-szer, és egyszerűen nem vitt rá semmi arra, hogy én kritikát, vagy bármit írjak arról a lemezről. Annyira nem kapott el. És akkor tavaly, amikor a Why She Sleeps itt volt, és ugye a hörgős kollega nem jött, mert ő beteg volt, vagy mit tudom én, akkor a Scott Kennedy beugrott, mint hörögni. Can we make some noise again for this motherfucking legend? És én ott nagyon elkaptam az ő vibe-ját így, amit a színpadon művelt, és akkor úgy voltam vele, hogy lehet, hogy csak a Why She Sleeps-es srácok, meg a kedvenc dalok, meg stb. Hozzák ki belőlem, hogy ez így jó volt. Aztán kijött a End of All We Know, az első dal, igen. Ugye? Tehát az volt az. És akkor így megfogott a lemez. Vagy megfogott az a dal, és onnantól kezdtem el várni egyébként ezt a lemezt. És utólag átrágva magamat párszor, azt mondom, hogy megérte. Igen. Baromira megérte ez a várakozás. Maximálisan megérte. Ugyanis muzsikálás szempontjából még mindig kurva jók a srácok, mint ahogy kurva jók voltak eddig is. Viszont az is tény, hogy hatalmas truvályokat azért nem művelnek, amivel kiemelkednének a... Dömpingből? A dömpingből, így van. Nem akartam elvenni előled ezt a szót, ez annyira jó. Ez való igaz, viszont minden dalban történnek olyan finomságok, akár egy dalszerkezet, ami atipikus, akár például Ali Richardson, akit muszáj kiemelnem, hogy hogyan forgatja néhol, hogy a 4/4-es dobolásból hogy csinál triolást 2 ütem erejéig, aztán vissza az egész. Gyönyörű, tehát ezek a váltások, ezek a finomságok mind az anyag javára válnak. Túl azon, hogy igazából, ha nagyon le akarom sarkítani, akkor Lamb of God-os riffek tarkon baszva elektronikával. Akkor igazából ez a Lamb of God-os zene. Nagyon sok Lamb of God-os téma van, és nagyon sok elektronikával nyakon öntve. Megint még Triviumot. Triviumot hát persze, fedeztem hát, hifi. Fel. A hifi. A legjobb dalban ott van a Twitch király. Igen. A Fortnite. Igen. Fortnite pápa. Ne, a pápa, izé, a Tobias Forger. Tudom. Pápa Emeritus. Az. Na, szóval igen, a Night Crossing nálam is az volt egyébként a lemez csúcspontja, meg a címadó. Te hogy ne, persze, van. A lemez közep, ez kurva erős volt. De ez egyébként tök fura, mert a legtöbb lemez, amit hallgatunk, vagy amit én is hallgatok, mindig a közepére ül le egy picit. És akkor keretben van, hogy baromi erős indítás, hogy rádrugja az ajtót, meg a vége még fölhúzzák, vagy egy jó lírikus dal a végére, vagy valami. Itt a közepe baromira idő. És nem húzták fel a végét. Igen, az mondjuk sajnáltam, mert a kezdéssel még nincs is gond, igen. Mert az egy tényleg nagyon jó dal. Meg a közepe is oké, és a végére kicsit leül azért az egész, meg talán én úgy éreztem, mint a kicsit túl lenne nyújtva. Talán az nem, de a végére én is úgy éreztem, hogy elfogynak a srácok. Az Essendnek a nyitása még jó. Igen. Az ötletes, de nem nincs, benne, nincs meg benne az a plusz, és én nem találtam meg benne azt a pluszt, ami átdobja a holdponton. Az utópiánál meg el is vesztettem már a reményt, így, hogy ez a lemez a végére újra felpörög. De a közepe az meg olyan erős, hogy bassza meg. Úgyhogy ezek a skúd gyerekek nagyon tudnak valamit egyébként. Igen. És Scott Kennedyből meg baromira nem néztem volna ki, hogy ilyen dallamok vannak benne. Tehát én pont azt mondtam egyszer-kétszer így felüvöltve a volán mögött, mert kocsiba hallgattam, hogy
Fasz meg, aki ilyen refréneket tud énekelni, az miért nem énekel állandóan ilyen refréneket? Mert ugye nem sok van belőlük. De a Clean Me a faszomokat a Steven Jones csinálja, a gitáros. Hát de lehet, csomó ilyen izé van. Van dupla, persze. Aha, igen, tehát hogy ő szerintem ő is benne az, van. Lehet, de az abszolút clean-ek azok a Steven Jones gitáros. Nyilvánvaló. Nem de... a Steve Jones, mert az a Sex Pistols. Igen. Szóval... De egyébként lényegtelen, hogy kinyomja őket, mert hogyha ilyenek vannak bennük, amivel így meg tudják színesíteni ezeket a dalokat, akkor miért nem használják gyakrabban? Azért, mert így, szerintem nekem így tetszett. Tehát, hogy mindenki nyakló nélkül azt mondja, most akármennyire dicsértük a múltkor az új Burry-t, azért kiszámítható. Persze, tehát, hogy az, kiszámíthatóan hogy az. Jön a Zúzda refrén után egy olyan tiszta... Zúzda verze után egy olyan tiszta refrén, hogy megrokkansz alatt. Itt meg nem erről van szó, itt változatosan, nem kiszámíthatóan, néhol épp egy sort kap a tiszta vokál, néhol egész refrént visz, néhol csak tényleg alá nem erősít, mert alá szín ez a hörgésnek, megvan a jó szó. Tehát nekem ez tetszett, hogy ugye igyekeznek ötlettel alkalmazni a tisztát. Igen, csak nem volt meg az egyensúly, én azt hiányoltam. Tehát még mindig sokkal több volt az acsarkodás, és nyilvánvaló, hogy van egy vokalista, aki acsarkodik. Tehát abban jó. Meg... És én egy kicsit még hoztam volna följebb így az arányokat, de rosszavam nem lehet, mert tényleg amik dallamok vannak, azok kurva jók. Igen, de figyelj, hogyha azt veszed, hogy milyen zenét játszott 8-10 éve a Bleed From Within, sok akkori rajongójuk már szerintem annyitól is prüszköl, hogy ennyi tiszta van benne. Ez is kétoldalú. Nekem tetszett a tiszta vokál alkalmazása. Na, én is, de mindenképpen amellett vagyok, hogy ez egy királyszínezés volt. És hát a gitárjáték az meg mindig is baromi jó volt, úgyhogy én arra most is csak azt tudom mondani, hogy egészen ötletes riffelések vannak. Egy-két olyan virgaszólót azért hiányoltam volna, amitől lefosom a bokámat. De nincs rossza van a gitárosokra sem. Tehát nyilvánvalóan nem is lehet. Mert olyan kvalitású zenészekről beszélünk. Igen. Rendben van. Maximálisan. Igen. Tehát, srácok, mondjátok el, hogy ti mit gondoltok a... Mi volt ennek a címe? Fracture-ről! Mit gondoltok a brit... A faszomat! Brit from Blue. Szóval srácok, mondjátok el, hogy mit gondoltok az új lemezről, írjátok meg nekünk itt a blogon, a Facebookon, az e-mailben, a bárhol, ahol szeretnétek. Aztán kontaktoljunk. Mindjárt iratkozzál, harangozzál. Sziasztok. Ciao.